Szép estét kívánok mindenkinek, Karnok Ádám vagyok. Ez itt a Nézőtér december 24-én advent 4. vasárnapján. Műsorunk első részében megnézzük, hogy hogyan zajlott a múlt heti adventi programsorozat a Belváros téren. Aztán a Danceland táncgálájára látogatunk. Egy fantasztikus előadásra is betekintünk az árvákra, végül pedig Geszti Péterrel beszélgetünk a december 28-ai koncertjéről. Ezekkel a témákkal várom Önöket, kezdünk! Meggyújtották a harmadik gyertyát a Belváros téri adventi koszorún az elmúlt hétvégén. Az érdeklődők Báder Ernővel, Márkus Rizával és a Cantus Corvinus vegyes karral is találkozhattak. Advent harmadik hétvégének programjai a Szent Bertalan templomban kezdődtek a városi karácsonyi ünnepséggel, ahol az egresi béni két tanítási nyelvű általános iskola tanulói adtak műsort. Az előadás után a főtéren meggyújtották a gyertyákat a város karácsonyfáján. A Belváros tér is benépesült ezen a napon. A Kuna testvérek swing dalokat adtak elő, Péter Fibor és a Labband zenekar pedig fergeteges koncerttel zárta az estét. Szombaton Homonnai Zsolt színész énekes tépett először a színpadra karácsonyi műsorával. Az est sztár vendége Mága Zoltán hegedű művész volt, aki virtuóz játékával varázsolt el a résztvevőket. Advent harmadik vasárnapján Báder Ernő és zenekar adott adventi műsort Márkus Liza énekesnő közreműködésével. Az ünnepi áldás Kenyeresi Károly református lelkész mondta, majd meggyújtották a harmadik gyertyát is a város adventi koszorúján. Árpi Lajos következő sorokat hagyta ránk. Küldte őt az Úr kegyelme, örök létre, győzelemre, hogy szívünket felemelje boldogságos ég felé. Ezt a pásztorok énekéből fordította Árpi Lajos. Ez egy régi német felelgetős ének, amelyet az énekkarosok vittek végig a városon keresztül. Kívánom, hogy emelje az örömig a szívünket az Úr Jézus Krisztus, de ehhez az szükséges, ahogy János első levelében olvassuk, hogy megvalljuk a bűneinket. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Köszönöm.
az estét Márkus Liza koncertje zárta. Egy fokka ott maradt a zongorán, nem hiszed el. Évzáró karácsonyi gálaestet tartott a Danceland Tánc Stúdió. Egy kis karácsonyi ünnepi pihenő után újra visszatérnek majd a próbaterembe, hiszen 2024-ben is számos fellépés és verseny vár rájuk. Megtartotta a hagyományos évzáró karácsonyi gála műsorát a Danceland Tánc Stúdió. A Lélek hangoló című előadáson az egyesület minden csoportja fellépett, a táncosok pedig a karácsony hangulatát varázsolták a nézők elé. A gálán vendégszereplőként közreműködött az Abigail Művészeti Iskola gyöngyösi telephelyének csoportja is, a koreográfiát pedig Vince Bódis Beáta, a Danceland Tánc Stúdió vezetője, valamint Pintér Lotti és Hargitai Anikó táncművészek álmodták meg és tanították be a tanulóknak. A közönség láthatott koreográfiát apró hóemberek előadásában, a nagyobbak a diótörőből ismert denevérek táncát mutatták be, és megérkeztek a Mikulás rénszarvasai is. Az ünnepi asztalról nem hiányozhattak a finomságok sem, bombon, szaloncukor és mézes kalács, valamint a punt sem. A tánc stúdió tanulói eredményes évet zártak 2023-ban. A tavaszi versenyszezonban több csoporttal is képviseltették magukat Budapesten egy nemzetközi megmérettetésen, ahol két junior csoportjukkal első helyen végeztek, a gyermekek kategóriában pedig az első és egy második helyezéssel gazdagodtak. Ezen kívül négy táncukkal a zsűri különdíját is megkapták, és kvalifikálták magukat a világversenyre is. Novemberben szintén egy nemzetközi táncversenyen a lányok aranyminősítést kaptak, valamint az év táncosai és az év koreográfiája díjat is megnyerték. Ha olvad a lapta a nagy pocsolya, még akkor is kedves a végmosolya, répa az orra, szín a szeme, fején pazék a cilindere, nyakában hosszú csíkos a sál, amíg fagy van az udvaron áll. A táncstúdió táncosai a karácsonyi szünet után már januárban visszatérnek a balettterembe, ahol megkezdik a felkészülést a jövő évi versenyekre és fellépésekre. We'll be right back.
Denis Kelly Árvák című darabját állították színpadra a Mátra Művelődési Központban, Lovas Rozi, Molnár Áron és Lengyel Tamás főszereplésében. Egy igazi elgondolkodtató történet, bevallom, én minden percét élveztem az előadásnak. A Lupe Színház társulás művészei mutatták be Gyöngyösön Denis Kelly Árvák című kamaradrámáját. A darab egy krimi történetén keresztül mesél az előítéletekről, a gyűlöletkeltésről, a társadalmi rétegek szétszakadásáról, a társadalomban pattanásig feszülő félelemről és a bizonytalanságról. A történet szerint Danny és felesége Helen éppen ünnepi vacsorára készülődnek, amikor belép a nő öccse Liam csuromvéresen. A kezdeti mozdulatlanságot kiabálás, értetlenkedés, vér és káosz váltja föl. Kiderül, hogy Liam megvert és megkínzott egy teljesen ártatlan muszlim férfit. A brutális kínzás részleteinek kibontakozásával párhuzamosan kerülnek elő nyomasztó emlékek az árvák gyermekkoráról, ami a testvérek jelleméről, a köztük fennálló mérgező viszonyról is egyre többet árul el. Helent Lovas Rozi alakítja a színpadon. Ők a testvérével együtt egy árvaházban, több árvaházban nevelkedett nehéz sorsú gyerekek. A szüleiket nagyon korán elvesztették, és elég vacak körülmények között teli erőszakban és mindenféle zűrös ügyekkel övezve telt az ő gyerekkoruk. Ebből nekem, tehát Helennek nagyjából sikerült kimásznia, vagy lehúzni egy ilyen rolót és magam mögött hagynia, ezt választott egy ilyen viszonylag nyugodtabb polgári életet ezzel a férfivel, született ugye gyereke is, és valahogy ezt próbálja úgy, mint egy ilyen hímes tojásként őrizni ezt az állapotot, de van egy testvére, akivel nyilvánvalóan mindennél erősebb az összetartozás, meg ez a közös tudás, hogy miből jöttek, és miken vannak túl együtt, akinek viszont nem nagyon sikerült kilépni ebből a múltból, és folyton visszahúzza ezt a lányt is ebbe, aki folyton próbálja őt megmenteni, és igazából az elég pengeéles krimi keresztül ezt a tétet teszi oda az a darab, hogy meddig választod a testvéredet, mikortól az új életedet, a férjedet, a gyerekedet, mi a fontosabb, tehát hogy ellene menni az előítéleteknek, vagy belemenni nyakig, és minden morális és erkölcsi normát felrúgni csak azért, hogy megmentsd azt, aki a világon az egyik legfontosabb neked, vagy van egy határ, amit már be kell tartani, vagy meg kéne húzni egy határt, hogy ez már az én életem, és ide már nem jöhet be senki. És szóval nagyon sok mindenről beszél az egész darab. Molnár Áron alakítja Liamet, Helen öccsét. A viselkedési problémákkal küzdő és lelkileg sérült karakter megformálása a színész számára is nagy kihívást jelentett. Ez egy nagyon különös előadás, ez egy krimi, aminek nagyon rejtett és nagyon sötét, de humora van. És Liam, ez a figura, ez egy nagyon rendkívül összetett és nagyon sok szempontból nagyon sérült személyiség. Ugye nevelőszülőtől nevelőszülőhöz kerültek a Liam kezeletlen agressziója miatt, a kezeletlen érzelmei miatt, és elképesztően félelmetes az szerintem ebben a szerepben, hogy hogyan nő föl úgy az ember szeretet nélkül, és hogy mi lesz belőle, hogyha tényleg érzelmek nélkül a túlélésért harcolva kell fölnőni, illetve az előadásnak egy nagyon érdekes szegmense az, hogy a Liamre hogyan hat a propaganda. Mert amikor kiderül a szörnyűség, amit ő elkövetett, a válasz az, hogy ezt miért tette, a válasz az, hogy nem tudom. Viszont az egész előadás alatt érezhető az, hogy mennyire beszél igazából arról, hogy őt milyen mértékben érték a propagandának a mondatai. És azért ez nagyon félelmetes, ahogy egyszer csak így átitatódva, azért, mert valaki arab, azért az ő agyában átalakult ilyen értékrendben az arab egy ellenséggé válik. Nem gondolkodik komplexen, nem kérdőjelez meg, nemes egyszerűséggel, rasszista indítatásból egy mérhetetlenül szörnyű dolgot követel, és igazából az a félelmetes, hogy nem tudja, hogy miért tette ezt. És ez az egész társadalmunknak a nagy kérdése, hogy vajon képesek vagyunk-e komplexen vizsgálni olyan dolgokat, amelyekről például a regnáló rendszer feketén és fehéren kommunikál. Mert szerintem ez a nagy kulcsa, hogyha egy haladó és gondolkodó társadalmat szeretnénk létrehozni, és ha ebben szeretnénk élni, akkor biztos, hogy nem a fekete-fehér narratívát kell követnünk. Lengyel Tamás játssza Denit, Helen férjét, aki megpróbál kimaradni a testvére konfliktusából, már amennyire ez lehetséges. Én játszom a kívülállót, a férjet, ez egy nagyon erős testvéri kapcsolatról szól.
Rozi és Áron alakított a karakterek között. Hát én ebben némiképp egy betolakodó vagyok, illetve az, aki a higgadt és a normális értékítéletnek a fővédnöke, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval aki a rendet és az elfogadást, az empátiát és a szolidaritást képviseli a leginkább ebből a csapatból, és azt gondolom, hogy az én karakterem az, aki a legnagyobb fejlődési híven megy keresztül. Ezt sajnos nem tudom elmondani, hogy mi az, mert hogyha elmondanám, akkor azzal lelőném az előadásnak a végét, és ez egy krimi, tehát fontos, hogy a nézők izguljanak. A López Színház Társulás egy új független formáció, olyan előadásokat mutatnak be, amely korunk Európájának és azon belül Magyarország égető társadalmi problémáit, kibeszéletlen tabu témáit dolgozza föl, univerzálisan értelmezhető, érzelmileg áttekinthető, közvetlen módon. Céljuk, hogy a színház eszközein keresztül olyan témákat helyezzenek előtérbe, amelyekről a hétköznapokban könnyebb lenne nem beszélni. December 28-án Best of Geszti koncert Gyöngyösön, felcsendülnek majd a Repülők, a Gringo Sztár, illetve a Jazz meg a slágere is. Geszti Péterrel Olli Elina beszélgetett. December 28-án egy fantasztikus bulira készülünk, kedvezzünk a gyöngyösieknek, akik esetleg nem voltak még Best of Gestin. Mire számíthatnak azon túl, hogy természetesen a korábbi együttesek legnagyobb slágereivel, esetleg lesznek-e korábbi muzsikusok, énekestársak is itt Gyöngyösön? Az alapzenekarom az a Jazz meg az egykori zenészeiből áll, még mind a mai napig is, és ez a régi zenész barátság egyben arra is egyfajta garancia, hogy itt a dalok azok nagyon-nagyon jó minőségben szólalnak meg élőben ezen a koncerten. Velem jön Kisenikő Zavos Regina énekesnő, akikkel most már 2 éve folyamatosan együtt dolgozom, és hát bizony ez egy ilyen nagyon uptempós, nagyon vidám és nagyon sodrós buli, amiben valóban elhangoznak majd régi Repülők dalok is, meg Jazz meg az dalok is, meg egy csomó meglepetés, jó pár funkiba oltott tánczene fog megszólalni még, meg hát az egészre nagyon jellemző egyfajta ilyen pozitivitás, meg jó kez, jó hangulat, ami ugyan helyenként indokolatlanak tűnik, ha az ember körbenéz ebben a világban, de talán pont ezért mégis nagyon fontosnak tartom, hogy a mai napig az a mottom, hogyha arra gondolok, hogy miért zenélek, hogy én azt szeretem, hogyha az emberek boldogabban mennek el a koncertemről, mint ahogy odajöttek, és ezért mi mindig mindent el szoktunk követni, úgyhogy csak azt tudom ígérni, hogy egy nagyon látványos, nagyon szórakoztató és energikus buli lesz. A jó zenék örökök, hogyha lehet így fogalmazni, mi hívta életre a Best of Gestit? A saját indítatásból jött ez az ötlet, vagy esetleg a közönség kérése volt? Hát én 2010 óta kezdtem el újra zenélni, kihagytam előtte 10 évet, amit ma már nagyon bánok egyébként, mert annyi mindent megírhattam volna még, annyi dalt, ami elmarad. Igaz, hogy közben meg olyan dolgokat hoztam létre, mint a Nemzeti Vágta és társai. Szóval a lényeg az, hogy amikor újra elkezdtem zenélni, akkor azt gondoltam, hogy majd az új Gringo Sztár nevű zenekarommal csak az új zenémet fogom játszani. Tehát aztán természetesen bebizonyosodott az, hogy a popzene gravitációs törvényszerűségei rám is vonatkoznak, az azt jelenti, hogy a közönség szívesen meghallgatja az új dalaimat, cserébe azért, hogy eljátszom a régi nagy sikereimet is. És aztán nyilvánvalóan én nekem előbb-utóbb ezt tudomásul kellett vennem, és igyekeztem kialakítani egy olyan műsort, hogy meglegyenek a régi nagy slágerek, de azért ez nem egy retro műsor, és nem is olyan az egészhez a hozzáállásunk, tehát hogy jó kedvet, felszabadultságot, szabadságot, és sok mindent tudok prezentálni, de nem úgy, hogy közben beleragadok a múlt hintaszékébe, és ott csendesen ringatózok, mint egy öreg apuka a képen pipázgat. Tehát, hogy az én, az abszolút nem jellemző erre a koncertre, viszont az, hogy a Best of Gesti ugye nyilván azt jelenti, hogy a legjobbak úgymond az én dalaim közül úgy vannak most összeválogatva ebben a koncertben, hogy hozzanak különböző színeket. Tehát a Pálinka Szárás című dalunkat azt ugyanúgy eljátszuk, mint mondjuk a Repülőktől a Lesz még rosszabb című dalt, és ebből valahogy egy olyan energiabomba szokott kikeveredni, aminek a végén mindenki táncol és boldogan megy haza. Mik a visszajelzések a fiataloktól, akik mondjuk, amikor léteztek ezek a zenekarok, akkor még nem ismerték ezeket a dalokat, viszont azóta már megismerhették?
Hát egy csomó fiatal nem úszta meg azt, hogy a szülei ne hallgassák az én zenémet annak idején, úgyhogy még számukra is ismerősek lehetnek bizonyos dallamok, melódiák vagy slágerek, úgyhogy lehet, hogy épp az óvodában vagy az iskolában még elkapták ezeket valahol. És azt látom, hogy ez valahogy úgy működik, ahogy szeretném is szándékaim szerint, hogy azért ez egy ilyen kortalan dolog, amit csinálunk. Tehát, hogy tényleg azért is tartom fontosnak, hogy ez nem egy retro koncert, noha játszunk régi dalokat, hanem hogy azért ez egy nagyon mai világot hoz látványában is, látványtechnikájában is, megszólalásában is, meg ugye az egész attitűdjében. Úgyhogy azt tudom csak mondani, hogy szoktam mondani a fiataloknak egyébként, hogy hello, srácok, jövök a Geszti Péter, mi voltunk a 90-es években a Well Hello annak idén a zenekaraimmal, de aztán van, ahol ezt veszik, van, ahol meg nem. A dalaidban nagyon nagy hangsúlyt kapnak a különböző dalszövegek számodra. Mi a fontosabb, hogy megfelelő dalszöveg kerüljön a dal alá, vagy a zenei alap? Mindig a dala fontos. Tehát én ugyan dalszövegíró vagyok, meg dal, zenei producer, de közben mégis azt gondolom, hogy a legfontosabb az mindig a melódia, a dallam, amiből sláger tud lenni. És a dalszöveget azt úgy kell megírni, hogy ezt a melódiát, ezt reptesse, szárnyat kapjon tőle a zenei frázis, és hogyha ez nem így van, akkor az nem jó az a dalszöveg. Nyilvánvalóan az, hogy a rapbe én beleszerettem, mint műfaj, és hogy otthon is érzem magam benne, rátaláltam benne egy olyan stílusra, meg egy olyan megszólalási lehetőségre, amiben még én hiteles tudok lenni, az nagyon fontos, de önmagában csak egy jó szöveg nem biztos, hogy sokat ér. Rengeteg olyan dal van, amiben jó szöveg van, de nem elég jó a melódia, és én azért szeretem azt, hogyha sok ember énekli felszabadultan a dalokat, tehát nekem a legfontosabb nem a dal szöveg maga, hanem hogy az egész alkosson egy olyan egységet, amit úgy hívunk legtöbb esetben, hogy sláger. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és akkor december 28-án várunk ismét vissza Gyöngyösre. Én is köszönöm a beszélgetést, és mindenkinek minden jobb, jó sokat kívánok, boldog ünnepeket, és jöjjenek, gyertek Geszti koncertre, mert brutál lesz. Ez volt már a Nézőtér, köszönöm, hogy ma este is velem tartottak, tegyenek így legközelebb is. Friss adással legközelebb január 2. hetében jelentkezünk, addig is nézzék vissza adásainkat, akár ezt a műsort is YouTube csatornánkon, kövessenek bennünket minden social media felületen, és olvassák el híreinket, programjainkat a gyöngyösma.hu-n. Én minden munkatársam nevében áldott, kellemes ünnepeket kívánok, találkozunk tehát jövőre is, viszontlátásra! Thank you.